Eggel is rotyogok a éjszaga szád. 20 perc a fétel és kész van a szám. Rotyog az öreg. Hello, bocsi. Nagyon éhes vagyok, viszont nincs ármétel, esetleg ki tudnál segíteni egy kis pénzzel, vagy pékségbe el tudnánk menni. Tényleg? Persze. Köszönöm szépen. Segítek. Köszönöm szépen. És... Most meg fogja blesszelni őt? Nem tudom, hogy mit szeretnél venni. Nem csak pénzem van, de segítek. Hát... Bármit elfogadok igazából. Mit szeretnél venni? Hát... Igazából elbúzom. Miért kell ez a k***sz zene alá getni? Annyira k***a idegesítő. Bocsánat, hogy elrontom ezt a nagyon megható pillanatot, meg minden. Valami sorsát is elfogadok. De miért? Az a sajtos leveles, az jó lesz, abból egy. Egy darab elég? Csak tudom, egy sajtos leveleset kérni. Egy darab elég. Tudásra? Igen. Te nem eszed? Nem, köszönöm. Nem, az nem furcsa, hogy kamerázik. Megsugom neked, szerintem, hogyha így tartom a telefonomat, normálisan, mint hogyha írnék valakinek, vagy akármi, és benyomom wide kamerát, konkrétan, ha így tartom, így, látszik a monitorom teteje. Látszik a kamera. Köszönöm szépen. Köszönjük. Dehogy is. Oda akartam neki adni a visszajárót. És megkérdeztem utána, hogy miért vettél nekem ételt. Mert jó szívem van meg. Én is hajléktalanul tudom. Minden hajléktalan arra vár, hogy jöjjön egy gyerek kamerával, és végre a TikTokon megszerezzék a pénzüket. Tudta, hogy ez meg TikTokra, érezte. Tisztában vagyok vele. Minden napunk egy szenvedés, küszködés. Utázni járunk. És így napi szinten tudsz étkezni egyébként? Hát nem. Ezt egyébként visszaadnám neked. Köszönöm a kedvességet, és megütelni az állak egy kis pénzt, de tudom, hogy nem sok, de több mint a semmi. Ezt fogadd el. És köszönöm a nagy lelkűségedet. Miért cenzúráztak, én mennyit adott neki? Ahhoz képest, hogy neked sincs sok pénzed, kisegítettél. Adott neki 1000 forintot, bruh. Adott neki 1500 forintot, és kapott cserébe 57 000 lájkot a TikTokon. Ezt kell csinálni, srácok, 1500 forint. Olcsóbb, mint az indiai botok amúgy, és ezek igazi nézettségek. És még be is követnek meg minden, és ugyanebből tudsz pénzt csinálni. A hajléktalanoknak meg nyilván utána. Nyilván azért illene, lehet, hogy adni belőle, de... Az 500-as az már a kezébe volt amúgy, igen. Hogyha már játszok itt a Mr. Beast-et meg minden, akkor már ne 1000-est adjon neki, érted? De 10 000 se olyan sok. Tehát 10 000 egy hétre nem elég. Nagyon sokat ér az 1500 forint neki. Okay, cool. Miért nem adsz többet, hogyha te sokkal gazdagabb vagy nála? És konkrétan kihasználod őket, hogy videót csinálj belőle. Mert most oké, hogy ezzel jó példát mutat meg minden, én ezt elismerem meg, ez egy tök király videó, csak... Nem tudom. Nem értem. De hát majd lehet, hogy így, hogy meglátják a TikTokon az emberek, akkor majd lehet, hogy az utcán adnak neki, vagy valami. Ebben reménykedek igazából, hogy ő is jó jár ezzel valamilyen szinten. Ó, menj már ki a képből, hát nem tudom le... Azt a mindenit! Jól vagy? Segítsek? Ó, menj már ki a képből, hát nem tudom le... Azt a mindenit! Szerintem álmos, igen. Jól vagy? Segítsek? Discord mod, ez Kovics amúgy. Azért mondta, hogy csúnyát fog én és tegyem, kapcsoljam ki, mert ez ő csak nem meri bevallani. De én tudom sajnos. Sajnos ez nem Kovics, hanem egy pedofil. Mindenki vigyázzon vele. Kislányokat akar teherbe ejteni és kéretlenül küldi el a nemi szervét mindenkinek. Bocsi, hogy ezzel megszakítottam a videót, de ne adjatok platformot az ilyen nyomorult predátoroknak. Köszi! Hihetetlen nagy, verheted a melled, olyan King Kong vagy. Tiéd lesz az arany, tehetsz csak a hős, mesebeli rekordokat lazán leverő. Tehetsz a legjobb. Kelkezett előre. Egy ilyen szép napon ideges vagy. Mit lehet ilyenkor tenni? Kirángatod a tévédet, és eldobod oda a gecibe, oda-e. De ne idegeskedj, inkább gyere be a live-omba, és legyünk minél többen. Na, sziasztok! Szerintem
így kéne nézőket szerezzem nekem is. Hát ez igaz, Ricsikém. Egy hete vettem azt a tévét, de így járt. Mint látod, már vettem másikat, úgyhogy... És ez jó kis LG. Úgyhogy ki tudja. Lehet ma ezt is szétverem, ha olyanom lesz. Nem tudhatom. De majd a live-ba este? Nem, azt nem mondja. Pedig nagyot ment volna. Te is szeretnél live-ozni, de nem tudod, hogyan? Gyere, írd be live-on, baj napfény, és már is sikerülni fog. Na, szia-szia. Jó, már értem, hogy kell csinálni. Jó, ennek ennyi feliratkozója van? Mi van? Azt hittem, hogy ez ilyen öt. Tehát azt hittem, hogy öt ember követi. Oda-vissza live-ok, minden nap gyere. Here is the powerful grow and tank cup. Szánalmas. Ő ez a streamer, aki nagy péniszéről szokott beszélni mindig. A hullazsákot szoktam ráhúzni. Itt van, b***eg. Nem fogjátok elhinni. Itt van. Az új Counter-Strike. Ez fiad. Az fiad. Bruh. Bocsi. Hú, de jó a grafika, nem? Gófiával így adja ki a játékot, meg félig készen. Hoppá, elképesztő minőség. Köszönöm. A létrán se lehet fölmenni, soha... Micsoda! Föl lehet menni a létrán. Na srácok, az figyelj, edgebug, figyelj. Láttad? Edgebugoltam. Opa! Az azért elég valid trükk volt szerintem, láttátok? Jónás is benne van a játékban. Jó, szerintem most... Epic crossover, igen, jönni fognak a Fortnite skinek a játékba, mint látjátok. Elég sok, itt van ő is. Jó kedvenc karakterem. Sziasztok, én Henry Magaskettner vagyok. Én videózni fogok itt ma. Én velem itt van török flashben Ábel. Sziasztok, én az Ábeles vagyok, a fényes. Én szobám ez is. Meghalok, geci, mi a... Én szobám ez, a harmadik szoba is itten mostane. Nem fér be az ajtón. Ábeles vagyok, a fényes.